Megjött hozzánk Kassa TV. Ha bazi nagy jacuzziban nem található vagyok, keress az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. TV! TV! Kassa TV, Kassa TV, ba-ba-ba-ba. Hello TV! Szevasztok! Isten éltessen! Nagyon szépen köszönöm. Vagy várjál, annyit nem voltál. Annyit nem. Becsúszott egy szülinap is. De egyébként, ha már a szülinapnál tartunk, nagyon kész vagyok. Tehát, hogy konkrétan a bulvárban a rólam megjelent cikkekben csak én öregszem, a csajom nem. Tehát konkrétan ott tartunk, hogy én már 37 vagyok, a csajom még mindig 20. Szépen addig variálják, hogy lassan lányom lehetne. Mondjuk ezt tehát, soha nem értettem, ezt a bulvárlapot, amelyik hozzáteszi mindig zárójelbe, hogy mennyi idős, illetve hogy már elhunyt. Ez egy jó kérdés. Ha nem a cikkben nincs arról szó, ami a korát érinti, miért teszik zárójelben oda, hogy mennyi? És nekem oda teszik, hogy 37, nem igaz. Majd 5 nap múlva, hogy nem tudom. Addig, amíg nem, addig kapaszkodom a 36-ban, ragaszkodom jó, hozzá. Erdély Mónika neve mellé 10 éve 33-at tesznek. Tehát, hogy ott valahogy, ott valaki nagyon sok. Megkérdezik az interjú alatt, és Mónika hány éves nem, vagy? Soha. Nem, soha. Megnézik, hogy mikor születtél, és beírják. De konferáljában, itt van velünk, Kassa Tibi 36. Kassa Tibi 33, igen. Nekem sokszor jól írják. Kicsit úgy rossz is látni már, hogy lassan 37, de... De ameddig nem 37, addig kapaszkodok a 36-ba, érted? A szegény párom meg kapaszkodik a 21-be, tehát hogy mind a két irányból közelítjük. Nekem azt szokták, hogy Vadon János zárójel, kit érdekel? nem, rólad nem írnak. Ja, ez is igaz. És ennek hogy örül? Ebben van meló. Sok meló van, és örülök neki, hogy ilyen hatékony vagyok. Vadon János kérdője felkiáltója. Na mi van, jó volt kint? Koktélok, tájcsajok, meleg, tenger és minden, amiért utálhatunk? Figyelj, zseniális volt, nézegettem a képeket, állítólag jó nyaralás volt, én végrészeg voltam, úgyhogy nem emlékszem. De hogy ez egy szimpatikus. Ahogy így a képeket nézem, állítólag remek helyeken voltunk. Tehát annyi, hogy én nem emlékszem semmire, mert rátaláltam megint egy tájrövidít arra, ami boldoggá tett engem. Úgyhogy én nagyon boldogra ittam magam, ennyire emlékszem a dologból, még most is, hogy józanodgatok. Mindig ezt szoktam mondani Tájföld után, hogy ott bal oldalon vezetek részegen, nagyon fura itt menni jobb oldalon józanul. Tehát ez egy nagyon nagy váltás, miután hazajövünk. Mi az ital neve, és hogy kéred tájul? Kérlek szépen, úgy kérem, hogy egyébként tájul, úgy kérem, adjam egy szangszomot. Tehát, hogy... Adjam egy szangszomot, de nagyon gyorsan. Adjam egy szangszomot, nagyon gyorsan, mert szájba várom. Szangszomnak hívják az italt, és figyelj, bebutulsz tőle. Tehát, hogy szangszom? Szangszom, 40 fokos, szerintem... Az, ami helyi pálinka? Igen, és ablakmosó keverve. Tehát, tehát ettől úgy arcra csúszol, mindent szépnek látsz, picit megromlik a látásod, följavul a hallásod, és kiesik néhány fogad, de nagyon nagy buli van. De tehát, nem is baj, hogy nem tájul mondod, mert esetleg kiderülhet, mert ott kiderülhet minden második emberről, hogy valami területi bajnok volt tájboxban. Véletlenül vonult vissza a mixer, tudod? Tehát egyébként, mikor mondjuk egy ilyen robogós parasztnak éppen kezdené beintegetni, hogy itt menj már az anyádba, mert te úgy látod, hogy egy... Azt hittem, hogy javultál odakint, de nem. Ja. Ugyanaz maradt minden, egy robogós parasztnak beintett paraszt. Ez szimpatikus. Egy robogós parasztnak. Mi mire tippelt, és Irillát kinyomta föl? Hát én voltam kintről. Ott még volt egy néva. Az én voltam kintről. Jelentem, hogy zavarják a pihenésemet. Tehát, hogy próbálnál nagyon integetni, ott azért tényleg tudni kell, hogy egy ilyen 1.30-as táj úgy összecsomagolt téged, hogy ott abból nem... Leszáll a motorolod, amit lecomboz. Igen, ők azért elég... Még kis vékonykának néznek ide, szibósak. Szibósak. Szóval egy dolgot még rendbe akarok tenni, csak azért, mert ez egy ilyen markáns pont volt az utazásom kapcsán, hogy nem tudom, hogy titeket is érte már ilyen jellegű támadás, de most szeretném tisztában rakni, hogy nem az adófizetők pénzén nyaraltam, mert rengeteg kommentben jött, hogy nem. Tehát, én pénzemen jól érzi magát, tehát nem. Valaki beírta, hogy én pénzemen jól érzi magát. Rengetegen írták, ugye voltak cikkek annak kapcsán, amikor voltak ilyen blöffök, hogy én mennyiből nyarolok, egyébként a töredékéből nyaraltam. Tehát én azért hál' Istennek ennyi év alatt kitapasztaltam, hogy hogyan kell olcsón, jól menni. Stoppal megyek, utcán alszok, maradékot eszik, ablakmosót iszok. És akkor jöttek a kommentek, hogy az én pénzemen, jó, nyaralom, én pénzemen már ne nyaraljon. Tehát, hogy nem nyaraltam senki pénzén, mindenki nyugodjon meg, tehát nem vagyok sem közalkalmazott, semmi. Tehát én a saját pénzemen mentem el a párommal nyaralni, mindenki őrizze meg a hidegvérét, nem az ő adó. Nem az koncert van olyan, amire belép pötke fizetni? Mert az, akkor az ő pénze. Lehet, hogy így értette. Három izé. Ó, voltam egyszer Kassa Tibina izében. Az a baj, hadd válaszoljak erre, egyre kevesebb. nehéz idők járnak a porszakban. Hosszú a január, csendes a január, igen. Meggondolom őszintén, hogy hát a bátyámnak a
műsorrendelős telefont egyre ritkábban kell tölteni. Egyébként múlt héten volt témánk ugye itt a hajdúnyaralása kapcsán, hogy most megjelenteted, nem, jó, ha mutatod, nem mutat, sok vélemény elhangzott, de ez, hogy az én pénzem, ilyen alternatívát még az nem hallottam. Az, hogy rohadjon meg, hogy nyaral, meg miből nyaral, meg nem is tehetség, az egy szubjektív dolog. Igen, nem, szeretem a műsorát, nem. Ugye sok mindent írtak a Péterekkel is kapcsolatban, illetve arról beszéltünk, hogy kell-e mutogatni, hogy mostanában mit, hol nyaralnak közszereplők. De hogy az én pénzemben, mondják ezt olyan valakiről, aki ugye se nem politikus, se nem közpénzt költ el, vagy közpénzből él, vagy kapja fizetését, vagy abból nyúl esetleg, az azért az fura. Ilyen elvakult kommentet még nem hallottam. Az én pénzemből, de ettől még egyen szofisztikáltabb, az én adomból. Aha. Az én adomból, tehát hogy az én adomból, tehát hogy én ezt értem. Egyébként amit mondtatok erre, hogy most kitenni, nem kitenni. Az mindenkinek a saját döntés, ami nem ítélkeztünk senki felé. Ha úgy teszed ki, tehát én egyébként most tudjátok jó, hogy egy like-ért nem megyek messzire, tehát hogy azért... Tulajdonképpen bárkit odaadnál egy like-ért. Igen, tehát mondhatni finoman, igen. Tehát egy... Hogy a halálhíremet is igazából csak félig meddig vettem szomorúan, mert úgy láttam, hogy egy 1000 like bejött rajta. Olvastam azt a cikket, amikor nagyon felháborodtál a halálhíreden, és közben tudtam, hogy leteszed a telefon, belecsapsz, és még egy szankszomot rendelsz, hogy jó, ebből is megvolt 1000 like. Tehát ezt nagyjából el tudtam képzelni, hogy hú, de mérges vagyok, hogy a halálhíremet keltett. Én nyilatkoztam Tibi a Blicknek, mondom, hú, de mérges lehet ez a Tibi valójában. Hú, de nagyon bánthatja, hogy vele foglalkoznak meg, ő aztán az a típus. Jobb, mint még egy elefántos kép. Nagyon bántott, de azt azért hozzá kell tenni, hogy meg azt is gondolom, hogy ha ennek a pozitív részét nézzük, akkor meg megosztani és szép dolgokat megmutatni, az szerintem meg nem baj. Tehát, hogyha nem azzal kérkedsz, hogy nálatok esik, na mi van parasztok, éheztek, na, tehát, hogyha nem ilyen aspektusba osztod meg, hanem próbálsz megosztani élményt, meg szép dolgokat, azt szerintem meg nem parasztság. Tehát, hogy én erről nem gondolom, hogyha nem a kérkedés célja, hogy megtehetem. Én mindig néztem a képeket, és tényleg örülök neki, hogy a kontraszt kedvéért a képek nagy részén te is rajta voltál. Igen, egy-egy kép már túl szép lett volna, de akkor ugye oda figyelj, egyébként gyönyörű képeket rakott fel, én mindig figyeltem, néztem. Igen. És? Leszámítva Bocskot. Hirtelen nem tudtam ki az bácsiot melletted, aztán a kép aláírásból láttam, hogy Andi itt nyaralan. Mondom, Havasi Balázs, Havasi Balázs felkérdődő Bocskor. Biztos képél meg egy szállongot, vagy nem tudom mit is hozzá. Kedves bácsiod, hozta a szankszomat. Egyébként ezt is elmondhatom, azt gondolom, hogy nem fog megkerülni a Gábor, hogy hát egy napot töltöttünk együtt Bangkokban, de hát az se józanul. Tehát, hogy ott is azért bokáig gázdunk a szánkszomba, de hogy még visszatérünk erre, hogy rajta voltam a képeken, a legnagyobb komment volt, amit a nyaralás alatt kaptunk. Jól indult, megörültem neki, hogy Tibi, olyan szép pár vagytok, pontosabban a barátod nagyon szép. Tehát picikét pontosított. De legalább nem kamuzott most. Nem? Vagy illetve kamuzott az elején, aztán javított. Viszont amire azt hittem egyébként, hogy kicsikét tirálkészültetek, elmentem a kedvenc utazási, van ott egy ilyen iroda, amik szerveznek ilyen dolgokat, ilyen turist office-nak, ilyen turista irodának hívják kint. És minden évben... Londoni magyarok pont. Igen. És minden évben ugyanahhoz a hölgyhöz járok, hogy segítsen nekem egy-két dolgot így szervezni, transfert. Hol van új kocsma? Van-e valami új tömény azóta, amióta nem voltam? Mert a kulturális dolgok kevésbé érdekelnek azért. Rohadtul nem. Tehát, erre van az internet, hogy ezeket ne kelljen törnöm magamat. És oda megyek hozzá, oda jön hozzá, megölelget, és mondja, hogy oh, happy new year, very good to see you, same girlfriend, very good. Ez finoman nyugtás. Már látta kétszer. Igen. Igen, tehát hogy nagyon megörült a barátnőmnek, hogy ugyanaz a lányjal látott egymás követő két évben, hogy látja, hogy kezd benőni a fejem lágya. A páromot egy picit megszepen, de azóta már újra van kedve nevetni. Úgyhogy megvolt a nyaralás, jó volt, nem sok mindenre emlékszem, de a fotók tanúsága szerint szép helyeken jártunk. Na jó van. De nem a kommentek és az adófizetők pénze az, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Szintén tájföldről hoztam egy nagyon érdekes szokást, ami egyébként itthon is dívik, de most valahogy kinn esett le nekem, hogy milyen rohadtul zavar. Elmész robogót bérelni, te szoktál robogozni ki, mikor kinn vagy? Szoktam. Elmész robogót bérelni, és nagyon fontos, hogy ugyanúgy kell visszaadni a robogót, ahogy megkaptad. Tehát ez nekem sokszor nem sikerül. Üres tankkal. Ja, az sikerül. Az sikerül. Figyelj, abszolút tendencia, most a 7 éve tudom mondani, üres tankkal adják, üressel kell visszaadni. És én elkezdtem beszélgetni, nem értette, hogy mi a bajom vele, hogyha telivel adnád, és én telivel hozom vissza, az egyen nem humánosabb? Elmondom ugyanis, hogy ez mikor esett le.
robogozgattunk a párom, elhoztam a robogót, és egy ilyen saras bekötőúton kellett kimenni, épp egy ilyen baromi nagy eső volt. Amikor a robogó szépen megállt, jelezve egy ilyen 4 cent benzin után, hogy akkor ennyi volt, és ekkor a páromnak le kellett ő szállni, és hát kénytelen volt tolni velem együtt a robogót. Ugye, mert igazán korrekt vagy. Erről miért nem volt kép, basszus. Egyébként, figyelj. Hát valakinek kormányozni is kell. Ezt akartam mondani, kicsim, te neked Filis jogosítványa, nem hagyhatom, hogy veszélybe sodod magad, ugye a toláshoz nem kell jogsít. És a 42 kilós vállát a bokáig érő sárba az anakondákkal viaskodva tolt át engem ott valami dzsungelbekült úton. De figyelj, nagyon nagy, egyébként leszálltam, tehát azon besírsz. Leszálltam, hogy de nyilván nem ő tolt engem, ketten toltuk, és én mentem elő, papucson beleragadt a sárba, és ahogy fölrántottam belőle, tehát egy konkrétan a háta is saras volt. Tehát, hogy olyan szinten beterítettem az első benzinkúton, tehát slaggal mostam meg szegény barátnőmet, tehát olyan szinten, hogy saras. De egyébként, hogy ennek van egy kultúrája, én Magyarországon is találkoztam ezzel, hogy egy idős bácsi meg egy néni állt egy csillivilli valami kis autó mellett, ez pár éve volt, és megállt, nagyon stoppoltak, hogy álltak, láttad valahol a Veresegyháza felé félúton, és megálltam, hogy segítsek, hogy mi történt. És elmondta a bácsi, hogy most vették az autót, nem tudom, 5 évig gyűjtöttek rá, egy valamilyen picike autó, életük első új autója, és a szalomban nekik említették, hogy nincsen benne sok benzin, de azt nem, hogy nem jutnak el az első benzinkútig, és a benzinkút felé, nem tudom, félúton szegényként még ott úgy alakult, hogy leroltak. Szóval, hogy az a 20, vagy nem tudom, 30 liter benzin, ezt nem tudom, ennyire tud fájni. Annyira tud fájni, mert emlékezél akkor, amikor még teletankkal adták a robogókat Tájföldön, hogy hányszor vitted vissza üres tankkal. De akkor... Tehát valószínűleg ezt megunták a tájföldi bérlők. Na jó, csak nála ott hagysz útlevelet, meg ott hagysz pénzt is sokszor, tehát aha, hogy ő levonhatja, vagy kérhet rá ott azonnal, megnézi a tankot, és elvileg aha, rákérhet, hogy üres tankolsz, vissza számol egy teli tankot, és azt ott még elkéri, mert hiszen nála van az útlevelet. Na ennyi, tehát ennyi, nem járna nem gondolkoztak előre. Igen, az de lehet, azt gondoltak, hogy ez a megoldás, akkor üres tankkal adjuk oda, hogy mindenki üresen hova vissza. És a szalonokban hogy szokták? Mert az, még szerintem inkább a hát magyar átlagembert jobban érinti. Kevés benzinnel. Hogy kevés benzinnel? Vagy olyan nem jellemző? Hogy, mert én nem vettem még, talán egyszer vettem, akkor azt akkor is bánod. Szerint, akkor is vittünk konnába. De szerintem annyi egy 4-5 liter azért kell, hogy legyen benne aha, az új kocsiban, nem? Nem tudom. De kinyitnám egyébként icipicikét, tehát hogy csak erről a tankolásról levegyük, mert baromi sok dolgot adnak ilyen hülyén. Tehát, hogy ha például hányszor vettetek gyereknek úgy játékot, hogy hazavitted, a gyerek örül. Adom. Aha, a adom. Gyerek örül. Igazad van. Bele lehetne tenni, de mi az, a gyerek örül, kibontja, apucika, apucika, próbáljuk ki, és rajta van egy apró betűs részben, hogy a elem nem tartozik a doboznak. Így van, tök és akkor van. A távirányító, az összes távirányítóból berhelet ki a háromas elemet, hogy a gyerek ne sírjon már annyira, semmit. Igen, de rendes szerúza kell bele ráadásul. Neked meg csak három. Ha vékony van, rendes kell, ha igen, rendes van, vékony kell, ha vékony van, lapos kell, igen. Na. Tehát hányszor bontottatok már szét, a család összes távirányítóját szétrohasztottátok azért, hogy a gyerek ne sírjon már, mert nem volt a robotba elemben. Mondjuk az nekünk a... mindig valóton tartalék, de ebbe tök igazad van. Jó, ezt adom. Gyerekkorom legfájdalmasabb emléke volt, csak még ugyanezt kinyissam. Bátyámmal egy éven át spóroltunk egy műanyag lovagvár nevű játékra. Ez egy ilyen elemes lovagvár volt, amit egy nagyon kotvány volt, így össze kellett ütni, kalapáccsal kellett összeverni. Nem olyan volt, mint egy ilyen profi dolog, hanem rá kellett ülni, hogy összemenjen. A dobozon egy ilyen világháborús összecsapás volt tele katonával, ágyukkal, lovakkal. Persze, klasszikus. Figyelj, megvettük, összeraktuk ki, hazavittük, hát figyelj, a könnyeinkkel küzdve, hogy akkor most olyan lovagvár csata lesz, én leszek a pirossal, te a kékkel, a barnák középen állnak. Egy nyomulóságos, rohadmányos várkeret volt a dobozba. Figyelj, egy évig gyűjtöttünk két katonára, ott a bal kezünkkel azért báboztunk a bátyámmal, tehát hogy azért egy nagyon nagy csalódás, amikor nem úgy adják, ahogy kéne. Hát ez a totál klasszik, hogy reklámok megetetik a gyerekekkel a játékot, illetve a látvány adja el, aztán hazamész, és a repülő nem repül, ahogy hívják a robot, az űrrobot nem száll, minden ott hever, csak a szőnyeget, azt nem csinál semmit. Érted? Na igen, de csak ilyen összerakós játékot hirdetnek, hogy köpi, fújja, íze, igen, gyerek megépített, semmit nem csinál. Hát egy ilyen műanyag íze. Porosodik, tudod, igen. De a reklám olyan, hogy a Star Wars 8 nem lesz olyan, ahogy repül az a kis épített valami, tudod, és hazaviszed is egy ilyen félig szárnyú néz rád, egy ilyen bantacsávó. Fáradtam, hogy valami a szőnyegen. És a gyerek is így böködi egy ilyen izével, hogy miért nem indul bár. A reklámban nem így volt. Elromlott. Igen, ha nem tud repülni. Félve kérdezem, hogy ez a tájföldi ikletésű, majd honosított böki a csőröm. Elmész közpénzből nyaralsz, hazajössz tök barnán. Nem, hazajössz tök barnán, egy ilyen motoros, tényleg benzines dolog, itt böki a csőrödet, ráadásul motort bérelsz, jól élsz. Nem közpénz. Nincsen ennek állami hirdetés. Nem közpénz, az adófizetők pénzén mentem. Az adófizetők pénze, hát... Na, mi?
A motoros sztori azért ez a hazaviszem, és nincs benne elem, az jobban megáll. Az jobb, az jobban megáll. De ez a motoros sztori azért ez sok embert itthon kevésbé érint. Hazaviszem a gyereknek, és nincs benne elem, és ez ideg, ezzel kijött. Visszajött a saját magad a bolygóból. Visszajöttél a sírból. Legyen az, hogy az elejét elfelejtjük. Azt felejtsük az elejét, jó? Kettes szintű csörgötés. Ezért kár volt ilyen korán felkelned. Megadjuk, de csak hogy 10 után ne hívogass minket. Szerintem erre ez a jogos ítélet, ugye? Erre ez a jogos ítélet. Tehát ez hármas nem volt. Ez hogy nincsen elem a ját, érted? Most a robogót hagyjuk, érted? Csak ez húzott ki. Az elem húzott ki. De a robogót nem tudom elfelejteni. Egy ilyen robogó, új autó, tele van a benzin, hát az nem valós gond Magyarországon. Az, új autót milyen benzintankkal veszel át. Az idős házas pár az útszélén, neked a smafu, akik ott reménykedő szemmel néztek rám, hogy a Corvette-tel. Megsajnálod őket, egy 80 liter benzinre. Egy nagyon populista mozdulata oda. Kettesre tudtam ezt hozni. Nem, ebben nem volt több. Kint találtam valamit, mert megmondom őszintén, hogy féltem tőle, hogy az a vád fog engem érni, hogyha esetleg húznám az időt, hogy... Hát fura, mesélsz, robogó, öreg néni, 9:30 lesz, 3 perc múlva, 6-7 után esetleg arra kell gondolnom, hogy nincs témád. De van! Hogy hiányzott ez? Sehogy. Sejtem, hogy... Emlékeztek még a jó öreg turista krémre? Kint Tájföldön találtam egy fotót, ami rajta van, a turista krém, meg a májas krém. A turista krém megvan? Ilyen kicsit darált állagú. Na mindjárt keresek nektek nem fotót. Kinyomni, nem krém de volt, hanem magyar nem, volt, az, ez a ugyanolyan csomagolása volt. Igen, turista vagdalt, ugyanolyan csomagolása volt. Nem az volt a turista krém. Már is mutatom, nem volt az vagdalt. Az kérlek szépen, az olyan túlsba volt. Nem találom, mindjárt megtalálom nektek. De ezt hogy találtad meg kint? Teljesen véletlen, valami böngésztem, és egy oldalon, ami nosztalgia ezen fönn volt. Ja. És úgy képzeld el, mindjárt meg fogom nézni, neked pont itt két ilyen esős napon volt. Várjál, hagyd. Lehet, hogy a helyi pálinkától gondolod, azt, hogy ezt megtaláltad? Meg fogjátok látni, és bebőgtök. De mi volt? Én erre nem emlékszem. Mi volt ez a... Én a ja, turista felvállalatban emlékezni nem, fogtok rá. Egy ilyen narancssárga színű, nem ez az? Egy ilyen narancssárga, kicsit pikáns ízesítésű, kolbász ízű. Igen, nem az, bizony, az a kolbász krém volt. Az a kolbász krém volt. Jól mondod, ez igen. Egy ilyen kolbászos ízű azaz, akkor valami van. Volt. Volt egy ilyen turista krém, meg volt egy májas krém ugyanebből. Olyan volt, mint a fogkrém, olyan tubusban volt. És ugyanúgy nyomtad ki, mint a kolbász krém, turista krém, emlékszel? Az a kupakja volt, hogy megfordítottad, és ki tudtad fúrni a... Ott van, megfordítottad, igen, és hát, kiszúrtad. Mi falu rendesen kaptunk enni, nem ilyen? Nem emlékeztek erre? Nem, itt van, nem turista krém, hülyeséget mondtam. Utitás krém. Utitás krém, és a dobozán egy kocsi, egy busz van, illetve villamos, teherautó és hajó. Tehát az utitás, neked a krém, mindenen utazáson. Így van, de finoman jelezték azért ebben az országban, hogy repülőzni te nem fogsz. Igen, egy darabig, kisfiam. Azt felejtsd el. És van a májas krém, ahol pedig nagyon boldog malacok néznek egymással falkasz. Igen, falkasz az szemes. Volt. Amikor nyomtad ki, akkor ugye a levegős részek bizony. Miatt ilyen... Így tudtad kinyomni. És vagy kinyomtad, vagy volt egy rendes a családban, aki ugye tekerte. Ja. Tehát a sűrített tejet is. De belenyomtad a szádba, jött apád, és szépen föltekerte rendesen, és nagyon leszúrt. Nem így kell lenni. Full gazdaságtalan volt ez a csomagolás, mert körülbelül egy reggeli alatt elment, illetve általában a 3/4, és akkor egy pici marad benne, ami már semmi sem volt. Telenyomták levegővel, tudod, és én, nagy csalás volt. Én nagyon szerettem. Tehát igen? Nagyon. Tehát én mikor, tehát csak erről ugrott be, hogy mi annak idején hogy nyaraltunk, mert hogy most repülővel 10.000 kilométert elmész valahova, semmit, tehát hogy nekiindulsz úgy, hogy egy hátitáskával. De én emlékszem, hogy annak idején, ebben azért nem is akartam elvinni, hogy mi hogy nyaraltunk gyerekfejjel, meg milyen flesek voltak. Elment a család Kunfehértől, ez 35 kilométerre volt, nem tudom, 40, nem tudom, Szegedtől. Figyelj, 2 órán keresztül anyám még szendvicseket csomagoltak arra 40 perces útra, és külön voltak téve a nem tudom milyen szendvicsek, a nem tudom mit, és kétszer álltunk meg kajálni útközbe, és most egy ilyen utat úgy teszel meg igazából, hogy 2 telefonálsz, meg lemegy 2 dal a rádióba, azt odaértél. Mi egy ilyen 40 kilométeres Kunfehértó maratonra kétszer álltunk meg melegét eltenni. Májkrémes zsömle, olimposzos üvegben meleg tea, nálunk ez volt. Nálunk az üres zsömle volt, fasírozott volt, és egészben paprika. A paprika nem tört, így van, egész paprika, üres zsömle, fasírozott. Fasírozott, de az ilyen alumínium, vagy ez a folpakban, vagy miért tört, kicsomolta, rohadt büdös volt, zsömle, vagy kenyér, paprika. És ez volt, nem kellett kenni, nem volt szendvics készítés, nálunk fixen mindig ez volt. Isten. Balatonpart, megérkeztünk, együnk, kiült a család, kibontottuk a kockás flédet, megterítettük, és ettünk. De bájos volt. A kifli ünnepnap volt, amikor kiflit csomagoltak. Anya még mindig zsömle, vagy félbarna kenyér, na az volt a
meggázza. Két, egy szelet kenyér félbevágva, májkrém, és a másik rá borítva, és vastag szelet kenyér volt, tehát a szendvicsed ekkora volt középen egy ilyen csík májkrémmel. Igen, vagy májkrém paprikával, nagy klasszikus. Uh-huh. Sok vajjal, májkrém paprikával. És félúton érzed, hogy valamitől nedves álltad, olimposzos üveg összetört. Igen, és ez egy nagyon sárga olimposzos üvegben vitted a limonádét, vagy a teát, igen. Apropó, mibe vitted a teát? Engem ugye anyám, nem tudom, tehát hogy gondolom, hogy ez nem az élmény miatt, most annyi, hogyha hallgatod az adást, erről majd magyarázatot várnék a rovat után, hogy feltehetőleg nem élményszerzés céljából. Vagy miért Éva vermutos üvegbe? Ilyen tojáslikör. Egyébként anyám imádta az Éva vermutot, remélem, hogy anyu azóta lejöttél róla, de a lényeg az, hogy... Ha nem, akkor viszel egy kartonnal. De hogy minden évben be voltunk fizetve a bátyámmal vándortáborozni. Na most ez a világ legnagyobb cumia a vándortábor, ez annyit jelent, hogy napi 40 kilométert mentél műúton. Tehát hogy annyi, hogy elölment a nem tudom, a rajvezető, azt mentél mögötte, és akkor ilyen tornateremű ment, és kaptál végre egy ilyen gajától cuháig emlékért, mert hogy ott végig vándoroltál. De hogy miért mondom, hogy anyám meg nagyon cuki módon, valami költséghatékony módon a két nagy darab fiának vett egy-egy ilyen 3 decis kulacsot. Akkor már volt 5 literes is. Tehát, hogy 30 kilós kislányok marmonkannába vitték maguknak a piátot, hogy meg ne szomjazzanak. Mi a bátyámmal egy ilyen 3 decis műanyag? Mert az úgy finoman át is vette ezt a műanyag, de a íz meg van, amikor az úgy beleázott és kiázott a műanyag íz. Szexi volt. Engem ezek az arisztokrata emlékeiddel, hogy te van azt hagyjad. Tehát, hogy valamilyen nyomorult ilyen kútvizet beletöltöttél, egy ilyen műanyag ízű 3 deci vizet volt, amit a 4. lépés után megittál, és utána étlen szomjan bokláztál 40 kilométert egy műúton. Tehát nekünk ilyen etapokból álltak a nyaralások. Ti nyomtátok cikket, beadtak ilyen vándortáborba? Vándortáborban nem, balatoni Sóstón. Sóstói balatoni tábor az volt. Ott sokat nyaraltam. Nyomattad? Persze. Sátorban alvány, éjjeli őrzés. Hát tőletek az messze volt. Hát nem is tudtunk elindulni. Viszont ami nekem egy előnyöm volt. Mi nem tudtok elindulni még? Mert messze van, ja, azért messze nem is tudtál beleindulni ebbe. Ami viszont sokkal nagyobb előnyöm, hogy ugye mi rendesen föltankoltunk, tehát volt tojás, kolbász, sonka, és mindig hajtottunk egy élő jószágot is, hogyha baj lenne. Le tudjátok vágni. Igen. Igen, most a kérdés az, hogy hol nyaraltunk, hogy miket ettünk, mert én szörnyű kajákat tudok mondani, amik voltak. Na, tessék, csokoládéba mártott 3 szögletű sajt, az megvan? A mackó sajtot, amikor megcsináltam. Várjál, az nem csokoládéba nem volt mártva, az csokoládés ömlesztett sajt. És nálunk valaki a családba szerette, és kötelező jelleggel úgy indítottuk a vacsorát, hogy mindenkinek rituálisan meg kellett enni egyet. Hát figyelj, hogy hogy a mai gyerekek már nem ismerik, azért az egy komoly büntetés, az velük is meg kéne. Legalább egyszer kóstolják meg, hogy milyen jó dolguk van. Csokoládé, de nem volt csokoládé íze, hanem egy ilyen sejédes, sesús, borzalmas tejipari készítés. A legnagyobb tévedés. A legnagyobb szégyen foltja szerintem. Csokoládé és 3 szögletű sajt. És az a durva, hogy egy egészen, cirka 30 évet kellett várni arra, hogy kiderüljön, hogy ez tényleg működik ez a dolog, mert van egy cég, aki ezt megcsinálta, ilyen sajtos szendvics krémnek, csokoládéval, az egyik legjobb prémium márkának számító. Na jó, biztos, hogy jól csinálták. Egyébként szerintem Feri dolgozott is nekik, mert láttam. És finom volt. Ez a halkrém, amit a mai napig kapható, és nem tudom, gyerekkoromban is volt. Imádta. Ez a nagyon sós szardellapaszta. Emlékeztek arra? Na most az én drága nagymamám nem tudta, hogy ő mit kell a kenyérbe, és ő májkrémként gondolta ezt a szardellapasztát. Ami az volt, hogy beleharaptál egyet, tudod, és nem láttál, könyvbe rábott a szemed, ültünk a testomat, szétnyitottuk a szendvicset, de hát azt meg kellett enni, mert nem volt nagyon más. Finoman, vékonyan belevágta a paprikát, és ilyen 3 centis vastagságon ezzel a szardellapasztával, ami otthon nem tudom miért volt, valaki szerette. Hát az olyan sós volt, abban lefér, vékonyan megkente, nem bírtad megenni. Ami azért vicces, mert a szardellapasztát azt arra találták ki az olaszok, hogy a szószt gazdagítsák vele. Hogy egy kicsit vele. Tegye bele. A magyar kenyére kente. Érted, az azért volt, hogy egy pöttyöt a végén így beleteszel, és kinyílnak az ideg. Azt mi 3 centis magasságba kaptuk meg a kenyér sercnire, másik sercnire felfelé, egyet elvittük Balatonba, ettük, úristen. Mondták, hogy mikor lehet átkérni, vagy mikor kapunk inni. 3 óra volt, hogy így jutunk a tesómmal, tudod. Nem volt, hogy elmenti vécére inni, ott hozták a teát, délután kihozták ilyen műanyagporra, ilyen szörnyűzi teát, csak vártál 3 órát. Mi ketten, tudod, ilyen sósoktól kezdve, támasztottuk a zászló felvonót, fú, de kemény volt. Szörnyű volt. Édesanyám szerintem a ködösítésnek a magas iskolája volt ebben, hogyha mondjuk volt olyan, hogy elutaztunk, és valamelyik alapanyag picit megpipant, de ott még a terve teljesíteni kellett, és megkérdeztük, anya, mi lesz az ebéd, és jött a ködösítés, hogy finom. Itt már tudtad, hogy nem akarsz többet tudni róla, hogy mi lesz. És kitálalja, ott ülünk a bátyámmal nagyon reménykedő szemekkel, hogy akkor megjött. Láttuk, hogy szemre úgy rántott hús volt krumplipürével. Belekóstoltunk, tudod, mi a
túró ezt, tudod. És anyám mondta, hogy ez egy innováció, ez a savanyított krumplipüré. A tej az már oda kicsit, volt. Kicsit megpippant a tej. De ahogy, tehát mondta, hogy ez finom, finom, és miután mondta, hogy finom, mondta, hogy ez a savanyított. És a rántott hús is parizerből volt. Rántott parizer. Mondjuk az jó volt. Én szerettem a rántott parizert, kövezzetek meg. Az nem rossz. Nekünk nyári tábor, nyári, azt mondja, hogy napközis tábor, Bókai kert, Pesszent Lőrinc, természetesen Bókai kert, most is üzemel egyébként ilyen messzire formában mentetek. Sajnos. Nem? És a, hát és ráadásul, ugye? Nem, ugye, tudod, nem kellett túlságosan sokat menni, hiszen ilyen 5 megálló volt villamossal, tehát semmi, és akkor a délután is hozzák minden második nap grízes tészta, és akkor kihozzák műanyag tányérba, tányér egyik sarkában a gríz, a másikban a tészta jól összeállva, és a tetejére egy kis jó barack, kis gyümölcs íz. Íz, de még csak lekvára nem is hasonlított, hanem ilyen aszpikos, ilyen valami úristen állt a grízben a tészta, szörnyű volt. Így van. Szörnyű volt. De jó volt. Meg voltak még ugye a desszertek, amik akkor hát ugye a cigirágó télifagyi kombó az ugye az szintén alap volt, hogyha most megennél egy télifagyit, ti kóstoltatok, hogy miért rajongtunk gyerekkorunkban? Ettetek mostan? Csak úgy az íze vége. Nem hiszed el, hogy az egyébként micsoda. Egy ilyen nyúlós, avasszerű, valamilyen tölcsérszerű massza, benne egy ilyen csokoládékrémhez nem hasonlító valami, és egy ilyen fura ilyen katicat étel bevonó a tetején. Hát a fagyi, a tölcsér maga az valószínűleg onnan volt, hogy a nyáron nem eladott tölcséreket. És ilyen rágós a, volt, emlékszel? Rajtad maradt 50 ezer tölcsér, mint fagyi árus, mit csinálsz? El kell adni télen, mert a jövő szezonra az már nem lesz. És ott a vajas krémet, vajas valami ízét. Csokoládéba már azt jó. Ez képest a cigirágó még egész menő volt. Egyrészt el tudtad játszani egy dohányzóval, kettő az, amikor úgy szétrágtad, volt valamiféle minimális íze. Jó. Vállalja föl az, aki nem tömött be ilyen utálatos módon az arcába hatosával néger csókot. Így hát, jó, jó, jó. Akkor az itt... Hogy az itt... öklődet utána nyomtad. Én most úgy is szeretem, az prémium van minőség még? Volt akkor. Van. Elzárva akkor a Toblerónéktől, meg a nem tudom, Marstól, meg ugye a Twixtől, amik már láttam, mint a Ballisztó reklámok, ugye, hogy mentek ezek a csokoládé reklámok, hát egy néger csók azért hát akkor az csak már nem úgy kulináris élvezet volt. Igen. Fekete csók most már. Igen. Igen. Már nem. Afrofuszi. Afrocsók. Igen. És ha emlékeztek a reklámra, hogy mi volt a négercsók reklámra? Nem emlékeztek? Nem. Mutatták a gyártó sort. Ment be a négercsók, jöttek, mint a epres, ment be rózsaszín, és minden egyes pillanatban megkapta a csoki öntetet, és egy ilyen gyártósort mutattak, hogy jön ki a 100 darab négercsók, leöntve nyilván ezzel a csokoládéhoz. Láttad magadat a lelki szemeiddel, hogy állsz, nem állsz, térdelsz, az állítószalag végén, és így potyognak be a száz. És anyád meg tudott venni egy dobozt, az már jó volt. Hazajött egy hatossal, és a család leosztotta, hogy ettem egy felet, neked még van egy fél epres, egy vaníliás, egy íz, és így álltál. Tudod, hogy hát ha valaki kell, hogy egy doboz, hát akkor az világszámba ment. Na, édesipar, bocsánat, édesipar legalja. Krumplicukor, medvecukor. Na, krumplicukor én nem emlékszem. De krumpli, az melyik volt? Ilyen izé volt, ilyen táblába volt. Igen, ilyen táblába volt, ilyen kis ánizsos. Az nem az ánizsos? Nem, az a medvecukor. Az a medvecukor, az ilyen édes gyökérből készült, de az is. Tehát, hogy így tudod, amikor már nincsen semmi a közértbe, és amikor már, tudod, már borsz, csoki, sportszelet, sehol nincs belőle egy darab, se vadász, nincsen ilyen. Kapucine. Emész zárás előtt, és azt mondja, krumplicukor vagy medvecukor, tudod, és akkor így, melyiket, basszus, mind a kettő retek, érted? Igen. És borzalmasod nálunk, mindig az volt, hogy a krumplicukorból 2-3 falat elfogyott, aztán ott maradt. Igen. Ott van, hogy soha többet senki nem. Negyed kapucinerrel kiváltottál 6 kg krumplicukrot. Tehát a kapuciner vagy a bohóc, a narancsos bohóc szelet narancssárgába, akkor az egyetlen kapuciner volt. Egyetlen egy dolgot nem tudtok megvédeni, és nem is fogadom el, hogyha van ellene bármilyen fajta ilyen védő szándék. Az a... Szemetek. Nem. A bocskor szíj, az a fekete ilyen gumi belső, a bocskor, az a medvecukor, az a hosszú medvecukor, ánizsos, hosszú, fekete, zöld, sötét zöld, fekete, szörnyű ízű, az volt, az hosszú volt, igen, ilyen gumicukorhoz hasonlító, ilyen szörnyűség. Az értelmezhetetlen, az tudod, az édesség meg a fogápulás az egybe, tehát hogy ilyen fura volt, az egész sztori nagyon gáz volt. Igen, szörnyű dolgokat ettünk meg. Egy utolsót meséljünk el a mai gyerekeknek, egyébként páromnak meséltem, aki érdeklődve hallgatta, hogy annak idején mekkora okosság volt, hogyha a nagyfater hazállított 6 darab rohadmányos banánnal. Milyen ünnepnap volt? Nekünk hogy... volt banánatok otthon? Figyelj, a gyerekkorunkban nekünk nem nagyon. Pult alól politikai kapcsolatrendszerrel, nagyon erős kapcsolati tőkével, nem tudom mivel, hoztak ilyen 4-5 banánt, és külön technikák voltak arra, hogy csak télen. Nyáron nem volt. De a mai gyerekek nem tudják. Ezt mondom.
hogy nem volt. Nálatok akkor megjelent? Évszakhoz kötött. Á, nekünk nem nagyon volt. Banán az, tehát az így csodaszámba ment, tényleg. Amikor először kaptam, akkor héjastul megettem. Nem mehet semmi kárba. Azért te hülye, vedd le a helyet, tudod, valami osztálytársamnál kicsit jobbodúak voltak nekem. Barom, mert legalább pucolt meg, tudod, de ezt így kell. Nem nagyon volt. Tehát, hogy az tényleg, az már nálunk egy narancs mandarin esetleg, de, a, de az alma, is a... de ritkán. A banán, a banán az a banán csúcs. Ettél egy fél banánt, és azt hitted, hogy a Mennyországban vagy. Szóval nálunk az nagyon ritka. Tehát, nagyon ritka. Faterom, és akkor ízét is, akkor amit azt is videkét rá tálltuk, és barát, na spolya. Fúj, de utáltam. Na spolya. Hogy a mai fiatalok, akik azt látják, hogy egész évben szétdőlnek a pultok a banántól, és jóformán ilyen snassz, ilyen gagyim. Nem? Tehát, hogy ilyen, te is elmész mellette. Otthon kell megérnie. Ünnepnap volt. Tehát amikor banánnal nagyapád bejött, és kiemelte a szatyorból, zokogott az egész család, és gyakorlatilag nekem külön technikám volt arra, hogy hogy tudom úgy enni, hogy ilyen nagyon sokáig tartson. Nyammogtam, lehúztam a fogammal. Mondd ki nyugodtan, igen. A banán. Igen. Tehát, hogy a mai fiataloknak mondom, hogy mi még úgy nőttünk, hogy meg voltunk nyomorodva a banán hiányától. Igen, ez ilyen volt. Valahol egyébként nem biztos, hogy rossz volt, nem? Egy csomó mindent értékeltél, egy csomó minden nem volt természetes, egy csomó mindenről azt gondoltad, hogy de jó, ilyen is van, és az ünnepnap volt, amikor az volt. Tehát ez a minden mindig természetes, az egy jó világ. Nyilván sajnos sokan nem ebben a helyzetben vannak, hogy minden mindig természetes, de hogy valahogy akkor úgy ezeket úgy értékelted, és látod, a mai napig emlékszel rá, hogy elmész a barát venni, ránézel, és eszedbe jut ez a sztori, hogy pult alól télen. Ha anyád jóba volt a zöldségessel, vagy anyád nagyon jóban volt a zöldségessel, és az apád nem tudta, hogy anyád jóban van a zöldségessel, akkor esetleg volt barátja. Ez volt az, hogy a pult alól van. Értem már. A pult alól. A pult alól. Anyád volt a pult alól. Mindig kérdezték, hogy a pult alól. Kinek kell a pult alá menni? Ez egy jó kérdés. Hogy kinek volt otthon banán? Mondjuk, hogyha ez az összefüggés, akkor elég fura, hogy Tibiéknél a nagypapa hozta. Lehet, hogy egy mamer volt a zöldség. Az, ki lehetett tudni. Az a gyönyörű... Kármi nem ismertem szegény. Józsi bácsi, másszom be a pult alá, aranyom. Lesz itt banán, csak tegyem boldog. Betűzze csak el itt a rajzét, a Lali a lila, jó, lehet itt a pult alatt. Hogy... Na jó van. Annyi, hogy búcsúzom, én csak annyit mondanék, köszönöm szépen a meghívást, Nutókát minden kenyérre. Az mi? Nutóka. Nem emlékeztek? Nutóka. Hát a magyar Nutella. Megcsinálták a Nutella magyar. Én a pici magyarókrémes tasakokra emlékszem, de azt megcsinálták, hogy az nincs. Meg, és próbáld meg azt, illetve hát akkor próbáltad rákenni bármire, és nem sikerült. Nutóka. Na, ilyen nekünk hallomásból sem, nem is hallottam. Kenhető krém, hülye volt. Ez a kismokosok, nagymokosok, vagy az az eredetinek a reklámja? Kismokosok, nagymokosra is kenhetik. Az az eredetinek a reklámja, és ez meg a hamisítvány. Na jó, félve kérdezem meg, hogy a megérkezésemért, a bőrszínemért, a mai naptól már rendelhető koncertjeimért, De leginkább a retro kajákért. A leginkább a retro kajákért. Jogos-e a taps és a sikor? Jogos. Megadtuk. Egy hét múlva. Jó, Tibi? Koncertjeim a mai naptól rendelni. Éreztem, hogy még maradnál. Én vártam, hogy mert ilyenkor már föl szoktál állni, elkezdesz elköszönni, de éreztem, hogy meg valamit mondani akarsz, igen. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show. Olyan, mint a Boomerang, csak ez van. Klassz FM-en.